Köszöntöm a Világpanoráma kedves nézőit az üveghegyeken innen és az Operenciás tengeren túl, és köszöntöm mai kedves vendégemet, Balogh Bélát. Szervusz, Béla. Szervusz. Múltkori beszélgetésünk néhány nézőmben gondolatokat ébresztett. Nem nagyon értették, hogy vajon az, hogy az ember túl sok szeretetet ad, túl sokat foglalkozik másokkal, az miért károsítja magát az embert, miért okoz neki bajokat, például betegségeket. Hát ők úgy gondolják, hogy hát ez ellentmond a például a mi keresztény és emberi szeretetünknek. Ez önmagában nem károsítja az embert, és nem okoz betegséget, akkor történik a baj, hogyha felborul az egyensúly, és az ember mindig csak kilélegezni szeretne, mindig csak adni szeretne, és elfelejt töltődni, pihenni, tehát saját magát is szeretnie kell. Ez a lényege a dolognak. Tehát a szeretet az nem irányulhat csak kifele, ugye saját magamat is szeretnem kell ahhoz, hogy én nekem legyen miből adni. És ez nem öncélúság, nem önzés. Ugye nem öncélúság, ez az egyensúly állapotnak a fenntartása. Na most ugye a gondolat erejéről beszélgettünk már, de mekkora hatással van az erő például a mi egészségi állapotunkra? Az, hogyha valaki erős tudatában, erős ember. Tehát, hogyha a gondolatok erejéről beszélünk, azt én szeretem mindig tisztázni, hogy sokkal nagyobb energia, mint amit így hétköznapi értelemben tulajdonítunk neki, sokkal nagyobb erő, és eleve nem az agynak a terméke. Tehát az ember egy energia lény, annak a produktuma a gondolat, és ez a gondolat, ez hat a környezetünkre, hat a fizikai testünkre, hat a vízre, hat a szerves anyagokra. Tehát, hogyha megnézzük Masaru Emoto japán kutatónak az eredményeit, akkor látjuk azt, hogy például egy vízminta, aminek a jelenlétében azt mondták, hogy hány ingert kapok tőled, megöllek, azután lefagyasztották, és megnézték, hogy hogyan kristályosodott ki, hát egy ilyen támadó, védekező, akár ember alakra hasonlító figura ismerhető fel benne. Ezzel szemben, amikor a vízmintának azt mondták, hogy szeretet, valami csodálatos forma kristályosodott ki. Aztán van egy másik, amire szívesen felhívom a figyelmet, egy víztározóból vett víz, annak természetes formájában, és azt is lefagyasztották, megnézték, milyen a kristály, hát ugye különösebb érdekessége nem volt, és azután megkértek egy szerzetest, hogy lenne szíves imádkozni a víz jelenlétében. És az imádság után ugyanabból a vízből kivették ugye a mintát, lefagyasztották és megnézték mikroszkóp alatt. Hát ég és föld a különbség. Tehát látjuk, hogy a vízre milyen hatással van a pozitív, illetve a negatív gondolat. Na most ez a víz, ez jelen van minden szerves anyagban. Meg elkövették a kísérletet főtt rizssel, betették befőttes üvegbe, az egyik üvegre ráírták, hogy szeretlek, a másikra ráírták, hogy te hülye. És csodák csodája, ugye szítták is, mint a bokrot, csodák csodája, amelyik negatív ösztönzést és gondolatokat kapott, az megfeketedett és megpenészedett. És akkor el kellene kicsit gondolkodnunk azon, hogy hát saját magunkat ettől a hatalmas erőtől, tulajdonképpen egyetlen gondolatunktól sem tudjuk megkímélni. De a fizikai testnek több mint 70% a víz. És az egész fizikai test végül is szerves anyag. Tehát mekkora erővel hatnak a gondolataink a saját fizikai testünkre, a saját egészségi állapotunkra, és milyen mértékben érdemes negatív gondolatokkal fertőzni a saját életünket és másokét, illetve mennyivel többet jelent, hogyha pozitív gondolatokkal töltjük fel a tudatunkat, és azt sugározzuk kifele is. Tehát óriási a különbség egészségi állapot tekintetében is, és hosszú távon. Te rólunk magyarokról, hogyha kívülről nézzük a magyarságot, a világban azt terjed, hogy egyrészt mi nagyon ügyesek vagyunk, vagy ügyeskedők, ugye azt mondták, hogy Amerikában, hogy a magyar ember utánad lép be a forgóajtón, de előtted lép ki belőle. Meg aztán Hollywoodban azt is mondták, hogy nem elég magyarnak lenned, tehetségesnek is kell lenned, ugye? Hát némi élce. De az tény, hogy nekem is van olyan ismerősöm, aki annak idején egy hozzánk képest sokkal nyomorultabb országból érkezett először Budapestre, és ami feltűnt neki, hogy az emberek, a magyarok mennyit panaszkodnak.
ő azért nem értette, mert ugye ő egy nyomorult országból jött, és sokkal pozitívabban látta a világot. Viszont az tény, hogy mi nagyon sokat siránkozunk, panaszkodunk, nekünk soha semmi nem jó. Hát ez valahol jó is, mert kritikusak vagyunk, de ugyanakkor állandóan romboljuk saját magunkat ezekkel a gondolatokkal. Nem? Igen, hát van építő kritika és van romboló kritika, ez történetesen sok esetben romboló kritika. Én is éltem ugye 33 éves koromig Kolozsváron, tehát Romániában, Erdélyben, és azután éltem 13 éven át Svédországban. Valóban, a pokolból a mennyországban valóban, már az életszínvonalat tekintve. Életszínvonalat tekintve, igen, de hangulatát tekintve azért, hogy mondjam... Én a Ceausescu-i rendszerre gondoltam. Igen, tehát ahhoz képest valóban nagy volt a különbség, de Romániában sem panaszkodtak annyit az emberek, Svédországban sem panaszkodtak. Persze mondhatjuk azt, hogy Svédországban nincs is mire. Én azért azt hozzáteszem, hogy 13 év után én ott hagytam Svédországot, de a magyarság és a magyar emberek, különösen Magyarországon, a magyarországi magyarok valóban rendkívül sokat panaszkodnak, feltűnően sokat panaszkodnak. És ennek, mint említettem, hosszú távú következményei vannak, részben az egészségi állapotra, és ezzel összefüggésben nyilván a várható életkorra. Most ez nagyon jól mérhető statisztikailag. Hát a magyar embernek az átlag életkora a rendelkezésre álló statisztikák alapján jelen pillanatban 8 évvel alacsonyabb, mint az európaié. 8 évvel alacsonyabb. Tehát folyamatosan leépítjük és romboljuk magunkat, ahelyett, hogy építenénk, holott mások nem élünk is, a legrosszabbul, ha nem, csak nem, az anyagiakat persze, veszem. Persze, hogy nem, de hát ugye nem csak anyagiakról van itt szó. Igen. Az anyagi lét az egy része az életnek, és hogyha csak az van, az bizony előbb-utóbb, nekünk magyaroknak biztos, hogy kevés. Na most ezt tovább lehet vinni, tehát én nekem, ami tapasztalatom, nem sok van, de van annyi, hogy hallom a roma gyerekeket az utcán iszonyatos módon káromkodni. És olyan szókincset használni, amit hát nyilván otthonról hozzák, mert gondolom az iskolában nem erre nevelik őket, és ennek is megvan a döbbenetes következménye. Nyilván nem csak ez a része, hiszen a gondolatnak nagy ereje van, és tudomásom szerint nagyon gyakran használják ezeket a gondolatokat, és a hozzátartozó rendkívül heves érzelmeket, mert a kettő együtt hozza meg az eredményét, nagyon sokszor használják átkozódásra, rontásokra, babonaságokra, és a többi. De ennek megvan a döbbenetes következménye. A roma társadalomnak az átlag életkora 12 évvel alacsonyabb, mint a magyaré. Tehát, hogyha egy nagyon negatív, nagyon érzelemmel telített szóhasználatot nézek, ami nyilván hat a fizikai testre és megbetegíti és tönkreteszi, akkor azt látom, hogy a roma társadalomnak az átlag életkora az európaihoz képest 20 évvel alacsonyabb. Hát elgondolkodtató, hogy milyen szavakat használunk, hogy milyen gondolatokat, hogy milyen érzelmeket fűzünk hozzá. Nyilván sokan azt mondják, hogy persze, mert az életkörülmények rosszabbak, és hogyha rosszabbak az életkörülmények, ennek a következménye a megfelelő gondolkodásmód. Én pedig minden esetben megfordítom. És azt mondom, hogy egy más gondolkodásmód más körülményeket teremt. Egy pozitív gondolkodásmódból pozitív körülmények kezdenek kibontakozni. Tehát ott kellene kezdeni. Hát ugye az önpusztítás az valóban ezekkel az önpusztító gondolatokkal kezdődik, illetve visszaerre fordul az, hogy ha mást átkozok és gyűlölök, és sajnos a roma társadalmat a liberálisok sikeresen rávezették arra az útra, hogy szembeforduljon a magyarsággal, gyűlölje a magyarságot, amellyel egyébként egy kenyeren osztozik, és egy sorson osztozik, ugye már nagyon régóta. Azért elnézést kérem, én nem venném egy kalap alá, mert ismerek nagyon sok olyan romát, aki értékteremtő, aki spirituális pontosan, értékrendel él, aki jó barátom, közeli barátom, és aki gyönyörű szépen belesímul ebbe a bizonyos magyar értékrendbe. Tehát azért nem lehet általánosítani, nem is szabad általánosítani egyetlen nép vagy népcsoport esetében. Én nem sem. Is ezt akartam mondani, hanem csak azt, hogy tulajdonképpen, hogyha a hétköznapokra vetítem például az említett roma kérdést,
Hát emlékszel, valamikor ugye nem volt olyan magyar étterem, hogy ne lett volna cigányzene benne. Nekem azóta is hiányzik különben. Így van. Tönkretették, nincsen. Ez a kultúra vagy szubkultúra kiirtott, ami most van. Valamikor a cigányságnak a hadsereg, vagy például a sport, micsoda karrier, kiugrási lehetőség volt. Ugye ezt is tönkretették, nincsen már hadsereg, nincsen úgy már mint behívás, ugye, és hát a sportban sem látszik. Tehát én erre gondoltam, amikor mondtam. De van erre megoldás? Ja, és még ha nem említsem a te szülőföldedről, annak idején emlékszel a marosvásárhelyi pogrom idején, amikor ugye magyarok ellen támadtak. A görgény-hodáki románok, akkor kik jöttek a magyarok segítségére? A magyar cigányok, akik van, viszont azonosultak a magyarokkal. Természetesen. Hát persze. Most kíváncsi vagyok, mert vasárnap egyébként, most kicsit elkalandozom a témától, de vasárnap lesz ugye Székelyföld önállóságáért egy nagy tüntetés Marosvásárhelyt ugyanott. Hát kíváncsi vagyok, hogy az hogy végződik. De térjünk vissza akkor témánkra. A magyarságnak ezeken a negatív tulajdonságain lehet változtatni, vagy ezeket át lehet fordítani? Hiszen az, hogy panaszkodunk, most azt fogja mondani néhány néző, hogy ti könnyen beszéltek, nekem devizahitel tartozásom van, engem ki akarnak lakoltatni, hogy legyek én akkor pozitív gondolatú. Hát azt hozzátenném, hogy én például kikerültem abba az úgynevezett Mennyországba, Svédországba, és teljesen felkészületlenül ért ennek a kapitalista világnak, vagy pénzhatalomnak az ügyködése, és rendkívül gyorsan adósságba kerültem, tehát eladósodtam. Mert kimentem egy bőröndel, és pár éven belül pedig dolgoztam, és mindent elkövettem, de pár év múlva már több milliós forintba mért adósságom volt. És rájöttem arra, pontosan a nehézségek hatására, hogy mindenkinek a tudat alattiában fut egy program. Vannak tudatos gondolataink, azokat elég könnyű kezelni. De a tudat alattiban fut egy program, amiről jóformán semmit nem tudunk. És ez a tudatalattiban futó program, ez ismétlés által kerül be. Tehát nagyon sokszor látunk valamit, nagyon sokszor hallunk valamit, és ebből a végén egyfajta robotpilóta lesz, amely robotpilóta aztán pontosan a program szerint irányítja az embernek az életét. És amikor én felismertem azt, hogy itt nem csak arról van szó, hogy én belecsúsztam egy adósság csapdába, hanem arról is, hogy én eleve egy rossz tudatalatti programmal indultam el otthonról. Mert azért otthon is nagyon sokszor elhangzott, hogy kicsi a fizetés, kevés a pénz, erre se elég, arra se elég, amarra se elég. Tehát ez egy a gyermek hallja. De már egész gyenge gyermekkortól kezdődik, amikor azt mondják neki, hogy ne tedd a pénzt a szádba, mert piszkos, mindenki összefogdossa, tele van bacillussal, fúj, pihá, kaká, kap a gyermek a kezére, és megtanulja, tudatalattiába bevésődik, hogy a pénz az olyan dolog, amitől a legjobb, hogyha távol tartom magam. Na ez a tudatalatti program később folyamatosan működik, és egy életre nyomort generálhat, hogyha én ezt nem írom felül. És itt jön az érdekessége, hogy ezt a programot felül lehet írni. Tehát ugyanúgy, ahogy bekerült ismétlés által, felül lehet írni egy olyan programmal, ismétlés által, ami a pozitívumot hangsúlyozza. De nem csak anyagi szempontból, hanem az egészség szempontjából, a sikeres párkapcsolat szempontjából, a sikeres karrier szempontjából. Tehát ez az, amire én annak idején rájöttem, hogy itt kellene kezdeni. És hozzákezdtem, és valami elképesztő változást hozott az életemben, és azután barátok, ismerősök elkezdték kölcsönkérni, és ebből született meg végül is egy kiadott könyv, egy CD, a Tudatalatti 10 parancsolata. Hát tegnap előtt volt egy előadásom, akkor is odajött egy hölgy megköszönni, hogy az egész családjának segített, és mindenki ez egészen másképpen látja a világot, és másképpen gondolkodik, amióta ezt a CD-t rendszeresen hallgatják. Tehát ez a nagy titok, hogy rendszeresen hallgatni kell. Ugyanis a médián keresztül folyamatos az ember tudatalattiára ható információ. Ha el akarnak adni valamit például, akkor pontosan tudják, hogy az ember tudatalattia mire reagál.
Na most az emberi létnek két meghatározó pillanata van, az egyik, amikor belép a fizikai létbe, és a másik, amikor kilép belőle. Tehát az egyik oldalon, ami hat a tudatalattira, az a szexualitással és a nemi szervekkel kapcsolatos, a másik oldalon, a kilépésnél pedig ugye nagyon könnyen szimbolizálható egy koponyával. És érdekes módon a rajzfilmektől kezdve, a virágrajzokig, tehát a gyermekeknek szóló rajzfilmektől kezdve, a virágrajzokig, a különböző reklámokig mindenütt el van rejtve az, amit úgy hívnak, hogy subliminals, tehát a tudatalattira ható információ. Halványan ott van maga a szó, hogy szex. Ott vannak azok az elemek, azok az idomok, amelyek a nemi szervekre emlékeztetnek, amit tudatosan nem látok, amikor egy filmet nézek, vagy akár egy gyerekeknek szóló rajzfilmet, de ott van, és nem is tudom, hogy miért is tetszik. Vagy egy pólón, ahol megjelennek a halálfejek, a koponyák, sokszor stilizálva, sokszor virágmintába rejtve, sokszor csipkébe rejtve. De tulajdonképpen ez marketing, tehát ez egy folyamatos tudatalattira ható bombázás, aminek mondjam azt, hogy még nincs is olyan jaj, de milyen jelentősége, hiszen valamiért ezt vesszük meg, vagy azt vesszük meg, hát az nem olyan nagy probléma. Viszont akkor, amikor a tudatalattira olyan információ hat, hogy az befolyásolja a párkapcsolatot, befolyásolja a világról alkotott képet, az befolyásolja a pénzhez való viszonyt, befolyásolja a sikerhez való viszonyt, na akkor már baj van, mert hogyha én mindent jól szeretnék csinálni, és mégsem sikerül, akkor egész biztos, hogy ez a robotpilóta, ez félre van programozva, vagy rossz információval van tele. És ezt az információt, mint említettem, rendszeres hallgatásával ennek a Tudatalatti 10 parancsolata című könyvhöz mellékelt CD-nek felül lehet írni. Kell hozzá 6 hónap, napi kétszeri meghallgatás. Én azt szoktam mondani, hogy érdemes venni egy olyan ébresztő órát, ami a CD-lejátszót is tartalmaz, és beállítani egy ébresztő időt reggel felkelés előtt egy fél órára, szépen halkra, és este lefekvés után egy fél órára, szépen halkra. Tehát akik agykontrolloznak, nagyon jól tudják, hogy az agynak alfa állapota, sokkal fogékonyabb, semmit nem veszel a hétköznapi időből, és eltelik az a pár hónap, és egyszer csak jönnek az eredmények. Hát ugye a tudat métejezése az igen régóta folyik, de hát az utóbbi évtizedekben megdöbbentő már, hogy hova jutottak az emberek. Hát nyilvánvaló a cél is, mert ha butává tesznek valakit, akkor az bután szavaz, bután politizál, bután vásárol, bután él, és ugyanakkor szétverik a családokat, ugye a hagyományos társadalmat és az Istennel való kapcsolatot. Lehet ez ellen tenni? Vagy zárkózzunk el teljesen, hiszen a média is ontja ezt a métejt, a kereskedelem is ontja. Persze, hogy lehet. Tehát az a helyzet, hogy egyetlen egy emberen vagyok képes változtatni, és a saját magam vagyok. Tehát, hogyha én felismerem azt, hogy nekem változásra, változtatásra van szükségem, és felismerem azt, hogy van olyan eszköz, amely ebben nekem segít, akkor természetesen azt elkezdem használni, és megjön az eredménye. Most érdekes volt, mert roma barátaimmal felkerestünk példának okáért roma vezetőket, iskolai tanárokat, roma iskolai tanárokat, és elmondtuk nekik, hogy van itt egy módszer, tulajdonképpen pénzbe se kerül, tehát azért nevetséges összeg, mert pár ezer forint egy CD-lejátszó, egy CD-lemez ugye megint nem a világ teteje, és egy iskolában akár mérhetővé lehetne tenni a különbséget egy olyan osztály esetében, akik rendszeresen hallgatják, pozitív gondolatok, kellemes érzelmet ad hozzá a zene, más szóhasználat, és folyamatosan a tudatalattira ható információ, milyen eredményt hoz, és mi történik egy olyan osztályban, ahol például ezt nem használják. És nagyon szívesen fogadták, örömmel fogadták, és azt mondták, hogy persze, hogy ne, és azután valahogy nem történt semmi. Tehát én nagyon bízom benne, hogy... Mert miért nem történt szerinted? Nehéz erre válaszolni, tehát én azt úgy fogalmaznám meg, hogy én nagyon bízom abban, hogy előbb-utóbb lesznek olyan roma vezetők, akik felismerik,
a gondolatoknak és az érzelmeknek a lényegét, az erejét, a fontosságát, és valóban segíteni szeretnének a gondjaikra bízott roma társadalom gyermekein, akár felnőttein. Hogyha ez megtörténik, akkor segédeszköz hál' Istennek van. Hát erre nagyon nagy szükség lenne, mert amikor Gyöngyöspatán jártam, de a helyi cigány gyerekek ott abban az utcában, ahol ugye az események zajlottak, azok elmondták, hogy amint bekerült Gyöngyöspata ugye a köztudatba, itthon is, meg a világban is, rögtön megjelentek például ördögűzők. Na de ezt olyan komolyan mesélték el a gyerekek, hogy X bácsi Budapestről eljött ördögöt üzni, és akkor az édesanyám éjszaka már nem álmodott mindig ördögökkel, stb. Uh-huh. Rettenetes állapotban tartották, és hát ugye nem csoda, hogy hova jutott ez a dolog is, nem hogy ott, hanem szerte Magyarországon. Mindenütt nagyon fontos tudomásul venni azt, hogy rossz ember eleve nincs. Van azonban olyan ember, akinek nem áll a rendelkezésére megfelelő mennyiségű és minőségű információ. Az ember szívesen tanul, szívesen tanulja a jót, szívesen él jobban a tanultaknak a következtében. Csak jó, hogyha hozzájut ahhoz a módszerhez, aminek a segítségével ezt meg tudja valósítani. Jó, hogyha tapasztalatot szerez abból, hogy igen, ez valóban, ez sikerült, ez könnyű, ez járható út, és nem történik változás egyik napról a másikra, tehát ezt is be kell látni, hogy hatalmas energiája és ereje van a gondolatnak, a hozzákapcsolt érzelemnek is. A kettő viszont együtt kell ahhoz, hogy a fizikai világban létrejöjjön a változás. Ennek megvan a fizikája, logikája és a többi. Na most ezzel együtt a fizikai világban a változások viszonylag lassan, azaz idő eltolódással jönnek létre, és hogyha én hozzákezdek pozitívan gondolkodni és pozitív érzelmeket adni ezekhez a gondolatokhoz, akkor is el kell telnie bizonyos időnek, ameddig ez aztán elkezd megnyilvánulni a külvilágban. De hogyha tudatalattim egy rossz programot rejt, akkor hiába minden jó szándék. Tehát ez az első, hogy ott rendet tenni, ott valamilyen módon megalapozni azt a tudatos jó gondolkodást, amit azután majd fel tudok építeni ezekre az alapokra. Nagyon szépen köszönöm. Hát ebből nyilván a legfőbb tanulság, hogy valóban előbb a tudatunkban és a lelkünkben kell rendet tenni, és aztán már a külvilágban is könnyebb lesz a dolgunk, igaz? Mindenképp. Béla, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Kedves nézőknek köszönöm a megtisztelő figyelmet. Pénteken este 9:30 találkozunk itt a Világpanorámában. Ezúttal kirándulunk a nagyvilágba. Várom Önöket, viszontlátásra.